A két macska esetünk, ami előfordult tavaly, illetve az idén, az mind, mind támadó volt. Az, az, ember a járók elő hátárogrott a macska, vagy amikor megjelent a videó is az egyik macskáról, az pedig a combján kezdte el megtámadni a, a, az érintett állampolgárt. Két veszettséggel fertőzött macska három esetben támadhatott emberre a közelmúltban itt szabolcs berekben. Az elmúlt években nem történt ehhez hasonló a térségben. Szakemberek szerint a veszettség eddig nem tapasztalt mértékben terjedt el a területen. A korábbi járványhelyzettől lényegesen súlyosabb a helyzet most, ha tavaly, tavaly szeptembertől nézzük a járványhelyzetet, amit mi most ebbe a szakaszban úgy kezeljük, hogy az egy járványhelyzet, most már 21 pozitív esetnél tartunk az évvégi, illetve az évei időszakban, és sajnos ami a korábbi időszaktól megint eltérő, nem csak a esetek száma, a mennyiség, hanem a kiterjedtsége is, már olyan szempontból, hogy korábban megyében csak rókában fordult elő a veszettség leszámítva a 2022-es egy kóborkutya esetünket, de most pedig már megjelent szalvasmarhában, aranysakában, kutyában, macskában, tehát sokkal több állatfajt érint, mint eddig, és természetesen azért, ami jellemző, és fő állat a veszettség szempontjából a róka, az nem változott, tehát most is az esetek zömét azt a róka adja. A vármegyei főállatorvos szerint az elmúlt két évben az ukrán helyzet miatt jelentek meg a veszett állatok a határmenti térségben. Azóta azonban már a hazai állományban is terjed a vírus, amely az emberre is különösen veszélyes. Veszett állattól származó sérülés esetén a vírus terjedése egy sorozatoltással megakadályozható az emberek esetében, ehhez azonban haladéktalanul orvoshoz kell fordulni. A helyzet miatt számos járványügyi intézkedést hozott az állategészségügyi hatóság. A határmenti területeken 121 településen rendeltek el ebzárlatot. Emellett a veszettség elleni oltás beadására kötelezik a kutyatulajdonosokat. Az oltás macskák esetében is indokolt. Korábbi időszakban nem ö, alkalmaztuk, most ö, a elmúlt járvány helyzetnél kötelező intézkedésként elrendeltük, hogy azoknál az állatoknál, amelyeknél nincs meg az érvényes veszettség elleni oltás kutyánál, macskánál, azokat állami költségre beoltattuk, kollégák, szolgáltató ezt elvégeztik, illetve a települések egy részénél, amely még nem olyan rég került az intézkedések hatája alá, azoknál ez meg fog történni, de hangsúlyozom, ez csak azokon a településen történt, illetve történik meg, ahol konkrétan pozitív esettel találkoztunk. Az intézkedések a vírusra fogékony állatállomány csökkentésére is vonatkoznak, így az illetékes területeken a róka, valamint az aranysakál populációk esetében indokolt. Azokat a kóbor állatokat is kilőhetik a vadászatra jogosultak, amelyek nem befoghatóak. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a veszettség gyanújának bejelentése jogszabályi kötelezettség. Aki idegrendszeri tüneteket mutató vagy elhullott állatot lát, értesítse az állategészségügyi hatóságot.